Sziasztok, Kömkel vagyok. Itt az ideje, hogy megmutassam, milyen műszerekkel, illetve milyen szerszámokkal dolgozom a házszemléim során. Nagyon sok megkeresést, illetve kérdést kapok ezekkel kapcsolatban, úgyhogy úgy gondolom egy videó keretében ezt be lehetne mutatni. Tartsatok velem! Sokan szoktátok kérdezni, hogy mivel készülnek ezek az animációk, amivel narrálom a videóimat. Ez egy sima iPhone, ami már tudja a Face tehát nem muszáj nemnek lennie. Rögtön mutatom. Tehát itt látszik, hogy van egy gimbal feltapasztva a szélvédőre, alatta, illetve azon rajta van az iPhone, illetve egy DJI vezeték nélküli mikrofon amit másra is használok, nem csak erre. Akkor ugorjunk neki, nézzük meg, mi van még az autóban. Itt látható két szerszámos táska. Ez a fekete az, amit használok a házszemlék során. Be fogom mutatni majd a tartalmát. Ez pedig a kék. Ebben vannak a, azok a műszerek, illetve szerszámok, amiket várhatóan használnom kell még. Elós kabát, És akkor itt van a pokol bugyra. Tervezésnél szoktam használni szintezést, tehát a terep szintezést kell csinálnom. Ahhoz van egy szintező láb. Itt van egy 5 méteres szintező rúd. Egy ilyen vas segéddel. Itt van egy nagyon régi szintező, idősebb, mint én vagyok. Kobak, hogyha építkezéseken megkövetelik. melós cipő, egy ilyen baseball sapka kobakszerűség. Ami érdekesebb lehet, van egy akkumulátoros bontó kalapácsom, ami segít abban, hogyha feltárásokat kell végezni egy épületnél, leverni vakolatot vagy ilyesmit, lyukat fúrni bele, komolyabb munkákra nem igazán alkalmas a tapasztalatom alapján. Akkor mérőszalagok, ki. Ja, van itt egy kömörs kalapács, szintén feltárásokhoz, ilyesmikhez, sok-sok lábzsák, mérőszalagok, 20 méteres, 30 méteres, 50 méteres műanyag, fémszalagos, van minden. Bitkészlet, elő szokott fordulni, hogy kell padlásfeljáróhoz, vagy ilyesmihez. Melós kesztyű. Ez a táska is majd bemutatásra kerül, ez a tartalék-tartalék műszerek. Kukkancsunk bele azért. Tehát itt van minden, ami bármi folytán egy kicsit is pótolni tudja a műszeres táskában lévő dolgokat. Powerbank, nedvességmérők, stb. stb. Be fogom mutatni a tartalmát ennek is. Itt van még egy táska, ebbe csak nedvességmérő mérő műszerek vannak. Ez az egy olyan műszerem van, ami, ami nagyobb részt követel, vagy nagyobb helyet követel magának. Ez a bosnak a faradarja. Ez nem csak nedvességmérő, hanem egy elég sokat tudó faradar. Tehát üregektől elkezdve vezetékeken keresztül betonvasalást, minden egyebet tud a fal nedvességen kívül Ismérni, illetve jelezni grafikus úton. Ezt is meg fogom mutatni. Mellette ott egy trotek fal És akkor ami leggyakrabban használt, az egy teleszkópos kiúszható létra, valamint alatta van egy ilyen alumínium hát létre, inkább fellépőnek nevezném. Ez azért fontos, ez egy szétnyitható fellépőke mert ha be kell nézni mondjuk redőnytok mögé és egyéb ilyen dolgokra, akkor azt beviszem, szétnyitom és nem támasztom neki a hát, valamennyire koszos létrát a falnak, hanem azon keresztül föl tudok állni, padlásfeljáró ajtót lenyitni, stb. 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 Nagyon sok mindenben segítségemre van. Van egy kis időm, és nézzük át akkor, hogy mit tartalmaz a szerszámos táskám, illetve a magamnál hordott felszerelés nagyon vázlatosan bemutattam, hogy mi van hátul a csomagtartóba. A létra fellépőke, szintező láb, szintező műszer, optikai, lábzsákok, tartalékműszerek, kalapács, akus, bontó kalapács. Ezeket nagyon röviden már láthattátok. Lehet, hogy majd később ezeket is bemutatom, bár szerintem teljesen egyértelmű, hogy melyik mire való. Viszont a műszereim, amiket effektíve magamnál hordok a házszemle során. Ez nem annyira egyértelmű. Lássuk a táska tartalmát. Ez a fekete táska a főtáskám, amit magamnál hordok. Kezdjük hátulról. Van egy olyan lámpa, egy ledes lámpám, ami egyrésztről tripodos, tehát le tudom támasztani, hogyha szükséges megfogható, bekapcsolom, elég nagy fényt ad, és ami nagyon fontos, hogy homogén fényt ad, tehát nem túl erős koncentrált fényt, így a fotókon, amiket készítek, sokkal jobban látszik az, amit lefotóztam. Természetesen állítható a fényereje, színhőmérséklet is egyebek, és ami még nagyon fontos, számomra legalábbis, hogy USB-C-ről tölthető, tehát van beépített akkumulátora. nagyon nagy szívfájdalmam, hogy nem vízálló, óvatosan kell vele bánni esőbe. Legfontosabb, amivel a fotókat készítem, az egy akciókamera. Ez egy Osmo Action 3. Látni fogjátok, én a DJI termékeket használom, nekem ezek váltak be. Egy tök jó ökoszisztémát alkotnak egymással, nagyon könnyű a kezelhetősége, felhasználóbarát, rengeteg ö, hozzávaló kapható hozzá, kiegészítők, nem csak a DJI-tól, hanem különböző ö, egyéb márkáktól. Nekem nagyon bevált a GoPro-val ellentétben. Le az első kijelző, hogy ne tükröződjön, ha fotózok, nincs rá igazából szükségem. Jó lenne a kilenletnek kapcsolni szoftveresen, nem lehet, lényegtelen. Ami nagyon fontos, szintén tudjam tölteni, ha arról van szó, tehát két ház nézés között rá tudjuk tölteni. Ez annyiban módosult az utóbbi időkben, szintén a táska tartalma, ha megtalálom, mert itt azért szoktak benne lenni kupik, DJI Osmo akkumulátorok, kettő van benne, három hely, tölti saját magát, illetve tehát tölti a belerakott akkumulátorokat, van benne egy egy kis akkumulátor, ez is USB-C-ről tölthető. Ma is például több ingatlant voltam megnézni, és az első akkumulátort már cserélni kellett a negyedik ingatlannál, mert lemerült. Tehát fontos az, hogy legyen egy tartalék akkumulátor. És mi, ahogy a, a négy ingatlan között pár utcányi helyek voltak csak, egymásra voltak fűzve, ezért hiába dugtam volna töltőre az autóba a kamerámat, nem tudott volna jelentősen tölteni rajta semmit. Ez tehát egy nagyon fontos, amivel, amivel dolgozom. A második legfontosabb diagnosztikai eszköz már az egy hőkamera. Én a Szik a Shot ját használom, ez egy nagyon jó ö, hőkamera, nagyon sokféle beállítási lehetőséggel, tehát tudok olyan felvételt csinálni, ami csak hőkamera, ö, félig áttetsző, mutatja azt, hogy hol fotóztam, egyebek, illetve ö, teljesen csak fényképezőként is tud működni. Nagy kijelzővel rakhatok rá ö, rakhatok rá hőmérsékleti pontokat, egyebeket. Iszonyatosan nagy a, a hőkamerának a érzékelő pixel mérete, vagy hőpont hő méret, ezt nem emlékszem pontosan, hogy mire mondják. Tehát ez egy megszokott kis hőkamerának a sokszorosát tudja a hőérzékelőjének köszönhetően. Vízálló, ütésálló, nagyon jó cucc. Rohadtul elégedett vagyok vele. Körülbelül olyan 300-400 képet tud eltárolni, utána egyszerűen lefagy belső tárhely, sőt, van amikor előbb is lefagy olyankor gondba vagyok, a fotókat dátumozza, tök jó eszköz, USB-c-vel tölthető. Most így a negyedik ingatlan után, úgyhogy tegnap elfelejtettem este felrakni tölteni, a tegnapi szemléből fakadóan, föl kell raknom ezt is töltőre. Majd a másik táskából kicsit spoilerezünk. Természetesen vannak nálam powerbankok, ezzel szoktam tölteni, ugyanis az autó akkor tölti értelemszerűen, ha be van kapcsolva. Egy plug-in hibriddel járok, ami nekem azért fontos, mert a, az elektromos hatótávot azt általában megőrzöm ilyen alkalmakra, amikor a, a két szemle között van időm kajálni, e-mailekre válaszolni, stb. stb. Ilyenkor be, értelmszerűen bekapcsolva hagyom az autót, fűt-hűt, anélkül, hogy járna a motor. Ez nekem rendkívül előnyös. Nagyon jó dolog. Haladjunk tovább. Amit még szintén gyakran szoktam használni, távolságmérő. Ebből van több is nálam. Ö, egyszerűbbeket, ö, ha a ügyfél kéri, hogy tudjon ő is körbe mérni, van nálam mindig tartalékba. Tehát tudok ö, kölcsönbe adni, hogy ő méregesen, amíg én más mérétek. Ez a bosnak egy nagyon jó ö, készüléke. Ez GLM 120C. Minden eszköznek majd lesz linkje oda lent, illetve leírása ö, név szerint. Amint látható, fel tudom rakni állványra, ha szükségem van rá. Nekem nagyon jó az, hogy nem csak itt van egy elsütő billentyűje, amivel mérni tudok, hanem itt oldalt is, tehát így megfogom és kész. Ö, nem érintő kijelzős, végre, tehát ö, ipari, építőpéri felhasználásra, aki érintő kijelzős eszközöket gyárt, rohadjon meg gumírozott gombok, gumírozott ütésálló ház. Ami furcsának tűnik, itt van egy rendkívül nagy optika. Ez egy nagyon jó dolog, ugyanis az eszköz fotót is készít egyúttal, és lehet zoomolni a fotókra, tehát mielőtt ellövöm, úgyhogy rendkívül jól lehet látni, akár 30 méterre arrébb azt, amit éppen belövök, hogy hova célzok vele és a, a, amikor elsütöm a billentyűt, tehát mérek, akkor megcsinálja a fotót is magába, ö, eltárolja képként. Úgyhogy ha otthon letöltöm, dátum, időbélyegző, és rajta van az, hogy mit mértem egyáltalán. Ez, hogy mit mértem egyáltalán a fotó alapján a beazonosítást, ezt nem igazán szoktam használni, egyszer-kétszer már jó jött. Ami szintén nagyon fontos, hogy ez nem csak távolságmérő, hanem elég sok funkcióval rendelkezik. Tehát tudok szöget mérni, van benne vízszintező terület, minden egyéb, amit egyébként tudnak a többi eszköz. A szintező az mérhet fokosan, tehát hajlásszögben, illetve így egy ilyen mini livellaként tud szolgálni. teraszlejtést például azonnal lehet rajta látni. Itt is el tudja menteni, tudom lokkolni az adatokat. Van bluetooth kapcsolata, soha nem használtam, nincs rá szükségem, de tudja ezt is. Ez egy nagyon-nagyon jó ö, profi cucc a korábbiakhoz képest. Több soros a kijelzője is, nagyon jó. Én úgy szoktam használni, hogy amit ö, lemérek, például zömében belmagasságokat, fesztállokat, ilyesmiket, azt le is szoktam fotózni a, a kamerával, mert e, ritkán szoktam ezeket, ennek a képeit letöltögetni és, és külön rakni. Sokkal jobb úgy, hogyha le van fotózva egy kicsit a a, tehát a kijelző le van fotózva egy kicsit a háttérben annak a környezetével, amit éppen fotóztam, akár szarufa távolságokat, akár egyebeket. Úgyhogy ez egy nagyon jó cucc, van egy jó kis kemény tokja is. Lábzsákok, rohadt sok lábzsák, mindig van nálam, ez nagyon fontos, meg szokták köszönni, meg szokták hálálni egyébként az ingatlanok tulajdonosai, hogy nem járom szét a, a sáros lábammal az épületet. Szintén rendkívül sokat használt nedvességmérő készülék. Ez a troteknek a T610-ese. Mikrohullámmal működik, 30 cm mélyen mér bele szerkezetbe. Több tízezer, talán már százezernyi mérés után ö, tudom azt, hogy amit mutat, az mit jelent a valóságban, tehát azok a kijelzett értékek, amiket mutatja, azok számomra azonnal beszédesek, és 99,9%-ban be is szokott igazolódni az, amit a, a műszer mér. Itt mondom azt, hogy rohadjon meg az, aki kitalálta, hogy ennek érintő kijelzőnek kell lennie. Állandóan elállítódik, állandóan elnyomódik. Ökörség. Sajnos betört a, a kijelzője. Mármint az üvegezés, nem javítható, meg kéne vennem több mint 300 forintért újra a műszert, nem fogom. Tökéletesen működik így is. Itt is az, az a metódus, az én ö, munkamódszerem, hogy odarakom a padlóhoz, falhoz, egyéb szerkezethez, és lefotózom a látszó eredményeket. Ez ugyanis nem tárolja el az eredményt, illetve egy minimum-maximum értéket el tud tárolni. De nagyon jó. Lesz majd összehasonlító tesztem az összes többi, van több nedvességmérő készülékem azokkal, hogy melyik mit tud, milyen módszerrel működik. Haladjunk tovább. Jukkamera. Tehát egy ilyen endoszkópos kamera. Egyszerű, parkside-os, Van egy ilyen, nem is tudom, ilyen 1.80 hosszú ö, vezetéke kamera egy olcsó eszköz, nem is kímélem, pont emiatt, tehát nem több százezer forintról beszélünk, egyszerűen használható, ez is tud fotót csinálni, eltárolja a fotókat, valamint a kamera fejbe vannak ilyen mikro LED világítások, tehát a sötét csőbe ezt be lehet kapcsolni. Sokszor ez inkább diagnosztikára jó, tehát e, csinál fotókat, de nem annyira értékelhetők, nagyon oda kell figyelni. E, problémám az vele, hogy merev a feje, tehát ha bedugtam a csőbe, akkor azon belül már nem tudok forgolódni a, a kamera fejjel. Az a baj, hogy egy olyan, aminek forgatható a kamera feje több mint 900 ezer forint, majd egy egyszeri következő nagyobb beruházás lesz. Ez tökéletesen jó arra, hogy e, lukakba, egyebekbe belenézek, cserép alá belenézek, ilyesmik. Akkor van nálam egy ilyen multi szerszám, amin vannak, van kombinált fogó, különböző ilyen késfejek, recés késfej, csavarhúzók, körömreszelő, dugóhúzó, egyebek. Tehát van rajta sokféle dolog, nagyon jó segítséget nyújt, padlás ajtóhoz már tudom, hogy melyik fej megy bele, meg hasonlók ez azonnal ott van nálam, bármit ki kell nyitni, vissza kell állítani, ez, ez segít benne. Akkor nézzük tovább. Van egy szintén parkside-os zajszintmérő eszköz. Ez is ilyen maximum minimum mértékeket tud mérni lefotózom értelemszerűen a kijelzőjét, ha éppen zajszintet mérek vele. Ebből is van több fajtám, azt vettem észre igazából, hogy teljesen jól működik ez a parkside is, amire nekem kell eh, igazolni, mit én hőszivattyú hangos, vonat hangos, stb. stb. legyen egy eh, olyan érték, ami, ami, nem csak az emlékeimben él, hanem ténylegesen mutatja is a, a dolgokat. Egy is viszonylag filéres kímélni nem kell. Öh, kamera alkatrészek. Ez nem érdekes, mindjárt mutatom. Van nálam egy öh, DJI Osmo paket kamera. Tokkal együtt, ez egy töltőtok memóriakártyákkal ebbe a kis dobozba vannak hozzá alkatrészek, tehát a wifi modul, meg a vezérlőtárcsa, stb. stb. Ezt videózáshoz használom, akkor szoktam elővenni, amikor egy-egy érdemes felvenni az adott épületről, később nektek magyarázatra szolgáljon hibákra, vagy éppen jól elvégzett dolgokra. Profi cucc, jól használható cuki. van egy a táskába, ezt most nem fogom elővenni, mert, mert rohadtul be van szorítva, van egy e, selfie benne, ez 3 méteresre kihúzható, e, rá tudom akasztani a kamerákat, és igazából így e, akár egy ereszt, akár egyebet e, meg tudok nézni, ha arról van szó. Nem sokat használtam még egyébként, nem volt rá szükség. Ez volt tehát az a szerszámos táska, ami állandóan nálam van. Ez húzza a vállamat jó pár kilójában. Itt a kék tatyó. Nézzük akkor ennek a, ennek a tartalmát. Uh, itt elő van az az iPhone, amivel veszem fel most a, a videómat. Itt van az a egyik uh, Powerbank, amit az előbb láttatok. Van a DJI Osmo paketnek egy, hát egy ilyen selfie bot vezérlő, ez, ez, kihúzható, tehát ezzel is magasabbra tudok nyúlni. Jó jött már néha, ez is inkább ilyen különböző felvételeket tudok vele csinálni. Akkor különböző kábelek, ez a DJI mikrofonnak a mikrofon szetnek a tokja ezt itt látjátok. Ez most éppen működésben van azért ilyen hiányos a doboz. Ezzel veszem fel a videókat, illetve ezzel szoktam saját magamnak egy ilyen memória fogasként, amikor végzek egy-egy szemlével felmondani azt, hogy mit tapasztaltam a házon, illetve miket kell megcsinálni, magyarul miket beszéltünk meg a, a Akkor ebben GoPro feliratú zsákban, dobozban. Alkatrészek vannak a DJI Osmo action -höz. ez egy másik kamera, ez éppen itt van a homlokomon, és ezzel veszem fel most a dolgokat. Ezzel lehet ilyen, ilyen FPV-s bejárást, vagy POV-s bejárást csinálni a házon, tehát amikor fönt van a homlokomon egy pántal, azt látja a kamera, meg azt veszi, amit éppen én is látok. Ebben a lukban van a Osmo Mobile 6, tehát a uh, bot, illetve gimbal. Mi van még itt? Tartalék. Uh, igen, tartalék összekötők. Tartalék elemek vannak még nálam. Meg itt szokott lenni a tabletem, hogyha menet közben valami olyasmi van, akkor, akkor tudjak ezen is esetleg dolgozni. Nagyon sok táskát néztem, vettem, próbáltam ki, mire összeállt ez a, ez a dolog, hogy melyikben mi fér bele. Ez a saját uh, setupom, amit uh, folyamatosan használok, és akkor az autóban vannak még ezen kívül uh, tartalék eszközök, szinte mindenre. Tehát a hőkamera helyett van uh, lézeres, pisztolyos uh, hőmérő, ha esetleg bekrepálna valami okfolytán, nedvességmérőből van több, még azt mindjárt megmutatom amit aktívan használok. Úgyhogy próbálok úgy berendezkedni, hogy a tartalékból is legyen tartalék tartaléka. Hála Istennek még nem nagyon volt rá szükség, olyan előfordult, hogy le, lemerült egy-egy eszközöm, vagy a nálam lévő powerbankkal működésre tudtam bírni, vagy kiváltottam valami mással. Ez a táska van még hátra, ami itt van nálam, aztán a többi az már tényleg a tartaléktáska. Ebben a táskában fér el a sokadik legfontosabb műszerem, ami nagyon sokszor segített már, és nagyon profi cucc. Ez a Bosnak egy igen koszos uh, faradarja, ez egy DTEK 200C, nagyon sok minden tud az eszköz, uh, legfőképpen szivárgás mérésre uh, használom, ugyanis grafikusan be tudja mutatni a falban lévő vagy a padlóban lévő nedvességet, hogy honnan ázik, tehát uh, látszódik grafikonon, hogy, hogy honnan erősödik merre tart a víz az egészbe. Ha húzogatom, tehát a kereke, kerekeken, ha gördül, akkor érzékeli az egészet. Van egy centis grafikon, meg egyebek, majd csinálok róla képet. Ezen kívül az eszköz, tehát a szivárgáson kívül, Tud helyet meghatározni, tehát végig húzom a falon, megmutatja, hogy hol vannak vezetékek, fémek a falba, lukak, csövek, stb. stb. Illetve tud távolságot mérni, és a tárgyhelyének a meghatározásánál ki lehet választani azt is, hogy, hogy milyen faltípusban mérjem. Tehát van téglafalunk, van betonunk, gipszkarton, felületfűtést tud keresni magas lyukas tégla, hosszú lyukas tégla, fiatal beton, nagyon sokféle képessége van ennek az eszköznek. Nagyon szeretem használni, nagyon megbízható, és ami még fontos számomra, hogy ez is tud egyébként adatokat tárolni, tehát ilyen screenshotokat lehet csinálni. Ami nagyon fontos számomra, hogy ez az eszköz teljesen eltérő technológiával működik, mint a Trotec nedvességmérő. Tehát van egy mikrohullámú nedvességmérő, van egy bosnak a faradar technológiájával ö, mérő nedvességmérő, és akkor ebbe a táskába még van egy tartalék Trotec, ami egy egyszerűbb nedvességmérő, ez is teljesen más technológiával mér, mint a másik kettő. Tehát, hogyha vizesedésről van szó, akkor három olyan eszköz van nálam, ami viszonylag profinak mondható. Ez egy ilyen, nem is tudom, 30 valány ezer forintos, tehát nem egy elérhetetlen készülék. Ez már több mint 200 ezer forint, a másik az meg több mint 300 ezer forint. Nem az összegekről van szó, csak a tudás is körülbelül így oszlik el, vagy így, így mutatkozik meg. De ha a három eszköz ugyanazt a értéket mutatja, Mármint nem értékben, hanem ugyanazt a metodikát, vagy ugyanazt a jellemzőt mutatja egy adott falra, egyebekre, akkor, és ezt le is szoktam fotózni, akkor el kell hinni, hogy tényleg ott van koncentráltan a probléma. Ez főleg szivárgás mérésnél jelent nagyon nagy segítséget, mert viszonylag jól ki lehet jelenteni, hogy bontani kell vagy nem kell bontani egy-egy falszakaszt vagy egyebet. Régebben nagyon sok eszközön működött elemmel, meg azért a tartalékok azok még most is, tehát ez a trotek is ö, 9 voltos elemmel működik, ez most pont rossz példa lesz, mert ez nem tölthető. Az összes többi eszközöm, tehát a másik troteka, a törött kijelzős, az is négy darab ceruza elemmel működik. Minden elememet próbálom tölthetővé tenni, mert egyszerűen bazalásnak tartom azt, hogy hétről hétre sok-sok elemet kidobálni folyamatosan töltöm otthon ezeket. A Bosnak a faradarja saját akkumulátorral, külön tölthető akkumulátorral rendelkezik egyébként. Na hát nagyjából ennyi a szerszám túr. Otthon majd még bemutatom esetleg, ha valakit érdekel a, a videotechnikát, videótechnikát, illetve magát a stúdiót. Ha változás be a szerszámozottságba, illetve ezekről a szerszámokról is fogok részletes, egyenkénti részletes teszteket csinálni, meg összehasonlításokat. Ha valakit érdekel, akkor egyenként el tud benne mélyedni. Ez a videó arra szolgált igazából, hogy bemutassam, hogy milyen szerszámokkal dolgozom, ne kelljen állandóan mindenkinek külön-külön leírogatnom, elmagyaráznom. Nagyon sok kérdés jön azzal kapcsolatban, hogy mikkel dolgozom. Írjam le itt a videó. Hallgassátok végig, nézzétek meg a leírást, ott lesznek felsorolva. Sziasztok!